Jó estét kívánok, kedves nézőink, köszöntöm Önöket. Híradónk után magazinműsorunkat láthatják, benne elsőként Fülöp Imrével, a Kézilabda Klub edzőjével egy stúdióbeszélgetést a női kézilabda helyzetéről. Szervusz Imre, szeretettel köszöntelek. A Kézilabda Klub Ajka képviseletében jött téma. Jó estét, szervusz. Szia, üdvözöllek, üdvözlöm a nézőket is, és minden kézilabda barátot. Három csapatról is kell, hogy beszéljünk a női szakosztályból. Azt gondolom, egy kicsit, ha messzebbről indulunk, jobban járunk, több mint 10 év munkád van ebben, megvan végre az a folytonosság, amit mindig szerettünk volna, hogy a nagy csapatba olyanok jussanak be, akiknek már van 5-6-8 éves tapasztalata a kézilabdában? Igen, hála Istennek most az utolsó 1-2 évben fellendült ez a dolog, és kialakult a városban egy olyan lépcsőzetes felépítés, ami ezt szolgálja. Vannak az ATS-nél a Milán, illetve a Vég Balázs vezetésénél a legkisebbek, akikkel megpróbálunk szoros kapcsolatot kialakítani. Évek óta most már azért jó a kapcsolat. Ott kézilabdáznak a legkisebbek, az általános iskolás gyerekek, tehát 10-12 éves korig ott meg tudnak ismerkedni a kézilabda alapjaival. Szivacs kézilabdával kezdik, majd egy kicsivel tovább lépve hagyományos kézilabdát folytatnak, és onnan felkerülve hozzánk, megvan az a lehetőségük, hogy egy korosztállyal feljebb, tehát 13-14 éves korosztállyal foglalkozunk Szalai Ákos segítségével, szintén ott is egy egész komoly bázis alakult ki, és onnan tovább lépve vannak a 16-17 éves korig versenyzettetett játékosok, akik az országos serdülőbajnokságban szerepelnek, azok már egy erősebb bajnokság, egy fizikálisan jobban felkészített rendszert kell, hogy alkosson az, illetve van a felnőtt bajnokság, a megyei felnőtt bajnokság, ahol pedig a legügyesebbek játszanak. Azt gondolom praktikusnak, hogyha beszélünk az elejétől a végig. Nagy lépésnek tartom, hogy az Ákos megjelent mellette, Szalai Ákos ugye játszik a nagy csapatban is, és most besegít a lányoknál. Megfeleződött ezzel a munkád? Vagy inkább a kiegyensúlyozottság növekedett ezzel? Is. Tehát azt kell mondanom, hogy ugye az Ákos viszi az Erinyő bajnokságba az U13-as csapatot, őket külön ő versenyezteti, ő edzi, de ugyanúgy járunk egymás edzéseire, kisegítjük egymást, ellátjuk egymást megfelelő tapasztalatokkal, segítjük egymás munkáját, illetve ugye meg kell ismerkednünk a gyerekekkel is. Tehát a gyerekek is látják, hogy én is ott vagyok, ő is ott van, tehát így tulajdonképpen a gyerekeknek nem új a dolog, hogyha egyel feljebb kell versenyezni, vagy esetleg más tartja az edzést. Tehát egy jó kapcsolat van, az Ákos egy szimpatikus egyéniség a gyerekek számára, mindig megfelelő perspektívát nyújt nekik, hogy mi legyen az edzésen, és ugye megfelelő szakmai háttérrel rendelkezik. Mi történik egy korosztállyal feljebb a serdülőknél? Ott már azért egy kicsit jobban megjelenik, gondolom, a versenyszellem, a játékosságot háttérbe szorítva. Igen, hát az országos serdülőbajnokság az egy picit nekünk erős, de azért, hogy ne essen ki ez a korosztály, hogy folyamatos versenyzési lehetőségük legyen, ezért úgy gondoltuk, hogy elindítjuk a gyerekeket. Ugye itt nagy múltú csapatoknak az utánpótlás versenyeztetése folyik, tehát itt a Győr, hivatkozhatnák a Győrre, a Székesfehérvári Alkohára, a Haladás VS-ére, tehát mind olyan csapatok, akik megyei, nem megyei szintűek, hanem MB1-es vagy MB1-B-s csapatoknak az utánpótlásai. Hát ővelük még nem minden esetben tudjuk felvenni a versenyt, de azt kell mondjam, hogy ahonnan elindultunk, és ahová jutottunk ezzel a korosztállyal is, ott is nagyon szép fejlődés látható. Egy picit a gyerekek türelmetlenek, lehet, hogy a szülők is egy picit türelmetlenek, de meg kell várni, amíg beérnek ezek a gyerekek. Az elvégzett munka az nem vész kárba, és már ott a bajnokság vége felé látszott, hogy amit a gyerekek tudnak, amit megtanultak, megmerik csinálni éles szituációba is, és egész jó komoly mérkőzéseket játszottunk már ott is. Én azt gondolom, ez inkább egyfajta befektetésnek jó, később majd a nagy csapatnál visszajön ez a teher alatt nő a pálma eredményű dolog, könnyebben viselik. Beszéljünk akkor a felnőtt női csapatról, 5. helyezést értétek el. Nem gondolom, hogy ezzel maradéktalanul elégedettnek kell lennünk. Nem feltétlenül, tehát itt két alapvető dolog, ami befolyásolta a megyei bajnokság végeredményét, az egyik a lebonyolítás. Új rendszer van, ugye említetted. Igen, most már 2 éve egy új rendszerrel próbálkoznak, ami azt jelenti, hogy van egy alapszakasz, és akkor utána pedig van egy kieséses rendszer, tehát az első helyezett a 8-kal, és akkor így körbe jár, vagy egymás ellen játszanak, tehát mindig egy könnyebb, egy nehezebb ellenféle játszik, és hogy akkor onnan tovább jut, tulajdonképpen az játssza a döntőket. Ez, ami nekünk egy kicsit olyan furcsa, mert ugye tulajdonképpen egy oda-visszavágó mérkőzésen dől el az, hogy tovább tud lépni a csapat, vagy nem, és ha a
nem megfelelő időpontot, vagy nem megfelelő helyszínt találunk, akkor akár fordul, hogy a csonka csapattal kell utaznunk, hiszen dolgozó nők vannak a csapatban, családanyák vannak a csapatban, és előfordul sajnos, hogy nem tudtunk teljesen jó felállásba kiállni versenyeken. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy sajnos a bajnokság elején két komoly sérülésünk nehezítette. Ugye a legjobb játékosunk Majer Zsuzsi az utolsó felkészülési mérkőzésen bokaszalagszakadást szenvedett, ami tulajdonképpen egy 3 hónapos rehabilitációt eredményezett nála, ami azért úgy gondolom, hogy az ő játéka hiányzott a csapattól a kezdeti időszakban, illetve az első mérkőzésen az egyik kis irányítónk, fiatal irányítónk, a Riger Hanna szintén boka sérülés szenvedett, is közel 2 hónapos kihagyást kellett, hogy elszenvedjen ebből kifolyólag. Így azt kell, hogy mondjam, hogy ha összességében is a realitásokat nézem, akkor azt kell mondani, hogy ez az ötödik hely, az azt mondom, hogy megfelelő. 50%-os teljesítmény, tehát körülbelül ugyanannyi győztes és ugyanannyi vesztes mérkőzés van a hátunk mögött. Én azt mondom, hogy van még lehetőség ebbe a csapatba, mind az idősebbek részéről, mind a fiatalok részéről. A fiataloknak ugye be kell illeszkedni, fel kell venni a ritmust, az időseknek pedig valahol ezeket a fiatalokat el kell fogadni, be kell őket segíteni, hogy minél előbb egységes csapatot tudjunk alkotni, és onnantól azt úgy gondolom, hogy ott sokkal könnyebb lesz nekünk is. Hogyan tervezitek a következő évi szezont? Van-e lehetőségetek játékosokat igazolni, illetve megjelentek-e olyan fiatalok, akiket már a következő szezonban alapemberként be tudsz állítani a csapatba? Igazából nem terveztünk, vagy nincs arról szó, hogy valaki most így hirtelen feltűnt volna a látókörbe, és egy nagyon jó játékos ideigazolna. Próbálkozunk hasonló módszerekkel, mint a többi csapat, hogy esetleg valami olyan NB-s csapatnak az utánpótlását esetleg megoldani itt nálunk, vagy játékos rehabilitációját megoldani itt nálunk, de annyira ez még gyerekcipőbe jár. Én azt mondom, hogy mindig jobb, hogyha a helyi az adottság. Tehát, hogyha a helyi gyerekek, a helyi lakosokból adódik össze a csapat, akkor az mindig egy kicsit több nézőt vonz, csapatnak egy egyéniséget ad, mert ugye ez a sajátja. Így van, a városé. Mit gondolsz, most egy kicsit hátra tudsz dőlni, vagy azért mindig megjelennek újabb problémák, amiket akut módon le kell kezelni, és most valamivel foglalkozol, vagy azért a nyári szünet neked is nyári szünet lesz? Nem, tehát ugye ilyen szempontból én nem pihenek. Van adminisztratív feladatom rengeteg, illetve van gyakorlati feladat is, ami még hátra van. A gyerekeket mindenképp versenyeztetjük, tehát ők a nyáron sem pihennek. Egyrészt igénylik azt, hogy legyenek foglalkozások, másrészt pedig egy ilyen tábor jelleggel próbálunk nekik versenylehetőséget biztosítani. Jövő hét elején megyünk egy ilyen Dán kupa elnevezésű rendezvényre, ami tulajdonképpen egy dán csapatok szoktak Magyarországra jönni Balatonfüredre, itt pihennek és közben kézilabdáznak. Ennek most már évek óta ennek a versenysorozatnak mi is részesei vagyunk, és oda visszük a 16-17 éveseket, kiegészítve 13-14 éves gyerekekkel. Aztán nyár vége felé lesz még a Célkupa, ami ugye Ajka is valamilyen szinten részese. Szinte már hagyomány. Igen, oda visszük a legkisebbeket, szintén egy ilyen tábor jelleggel, hogy a versenysport mellett még megpróbálunk nekik különböző élményeket nyújtó foglalkozásokat, vagy beiktatni olyan dolgokat, ami plusz még hozzátesz ezekhez, hogy egy közösség alakuljon ki. Illetve idén még a megyeválogatottnak az edzőségére felkértek engem, és ővelük foglalkozom most az elkövetkező 2-3 hétben még, mert ugye edzéseket tartunk Ajkán, illetve Veszprémbe, illetve hó végén, az utolsó hétvégén pedig a megyeválogatott a tornájára megyünk. Tudsz-e valamit profitálni, illetve az ajkai csapat tud-e majd valamit profitálni ebből a megtisztelő címből, hogy a megyei válogatottnak te vagy az edzője? Természetesen ajkai játékosok is keretét képezik ennek a csapatnak. Ugye Ajkáról 3 játékos került be a megyeválogatottba, a kapusunk Schulz Attila, aki ki végig a bajnokság során olyan teljesítményt nyújtott, hogy szinte minden edző javaslatát elnyerte. Majer Zsuzsa, aki rutinjával, tudásával úgy gondolom, hogy szintén kiérdemelte azt a posztot, hogy ő is részese legyen ennek a csapatnak, illetve Fülöp Eszter,
aki irányítóként, lövőként ott volt a góllövőlista élén, azt hiszem, ha jól emlékszem, talán a negyedik helyen végzett, és hát ő is szinte minden edzőnek a javaslatát elnyerte azzal kapcsolatban, hogy részes legyen ennek. Gratulálok nekik is, és neked is mindenképpen. Egy kicsit általánosságban a hetekben röppent fel a hír, hogy Mocsai mester munkájaként elképzelhető, hogy az általános iskolákban, középiskolákban, tantárgy formájában, vagy valami direkt módszerrel megjelenik majd a kézilabda. Mit gondolsz erről? Mennyi lehet ennek a bevezetési ideje, és milyen eredményekkel járhat ez a zajkai kézilabdát tekintve? Én úgy tudom, hogy ez már folyamatban van, tehát kézilabda az iskolában elnevezési program. Ha jól tudom, az ajkai részből a Vég Balázs, aki ennek részese, és ő jár továbbképzésekre, jár ezekre az előadásokra. Felmérő programok szerepelnek benne, tehát kapnak az edzők, testnevelő tanárok egy olyan instrukciót, iránymutatást, hogy mit kellene elvégezni, azt milyen szinten kell elvégezni, ahhoz, hogy a gyerek megfelelő állapotban legyen a kézilabdázáshoz. Ezekben egy ilyen alapképzést, alapsegítséget nyújtanak a testnevelő tanárok részére, hiszen nem minden testnevelő tanár kézilabda szakos, és így lesznek egy olyan átfogó képük nekik a kézilabda alapjairól, annak a felmérési rendszeréről, hogy azokat, hogyha beépítik az iskolába, a tanításukba, akkor biztos, hogy ebből nagyon sokat lehet profitálni. Elképzelhető akár az a szélsőséges és kellemes helyzet is, hogy itt akár két éven belül olyan tömegek jelennek meg a női szakosztálynál, hogy majd válogatót kell rendeznetek, hogy kikerüljön be edzésre és a csapatba? Én nagyon örülnék neki. Hát ugye itt lesznek világversenyek az elkövetkező időszakban. Ha a világversenyen bármelyik csapat, a férfi vagy a női kézilabda csapat jól szerepel, az mindig egy tömegvonzó hatást kelt, mert azt mondja a gyerek, hogy ő is ilyen sportot akar űzni, ami világszínvonalú, amiben teljesítettünk, amiben van lehetőség, akkor mindig egy picit több gyerek jelentkezik. Én örülnék neki, hogyha tényleg az lenne a feladatom, hogy a legjobbakat kelljen csak kiválogatnom, de szerintem azért ajka vonzás körzete ehhez még pici. Tehát itt nézve a nagy klubok utánpótlását, akik közel 100 iskolával kötnek szerződést, és azokból merítik a gyerekeket, ugye nekünk sajnos ilyenre nincs lehetőségünk. Mi még megelégszünk avval, hogyha oda jönnek a gyerekek és sportolni szeretnek. Első körben mindenképp a sportolás szeretetét akarjuk velük megszoktatni, hogy a sportolás az jó, hogyan kell sportolni, mi jár azzal, hogyha valaki sportol, hogy ezt élvezettel lehet csinálni, és akkor utána egy kicsit el lehet őket tendálni a versenysport felé, ahol már a teljesítmény dominál, ahol már teljesíteni kell azokat a feltételeket, hogy bekerüljél a csapatba, hogy küzdeni kell egy picit, hogy ott már tényleg izzadt edzés és pólóval kell lemenni a foglalkozás végén. Reméljük, hogy így lesz. Imi, köszönöm, hogy eljöttél és tájékoztattál bennünket a helyzetről. Jó munkát és jó eredményeket kívánok akkor a nyára. Szervusz. Köszönöm szépen én is a meghívást, és ha így végszóként megragadhatnám a mondandómat, akkor én megköszönöm mindenkinek, aki a Kézilabda Klub munkáját segítette, mint támogatók, mint szakmai vezetők részéről. Az elnök úrnak a munkáját, Eitzinger József új elnök munkáját, aki úgy gondolom, hogy néha erőn felül teljesít. És megköszönném azoknak a technikai vezetőknek, Galler Rolandnak, Hidiné Szabó Szilviának, aki segítette a munkánkat, hogy megfelelő hátteret adtak a klubnak. A köszönet mindenképpen megilleti őket is. Köszönjük akkor innen a stúdióból mi is nekik, és neked még egyszer, hogy eljöttél. Szervusz. Én is köszönöm szépen.